Ez az LG 29W N600-as monitorja, melynek a képaránya 21:9 és Full HD felbontású. Nézzük, mi van a csomagba. Egy HDMI kábel, külső tápegység, egy zárófedél a monitor oszlopához. Sziasztok! Ez itt a Kismuk 1 csatorna. Kettő darab csavar, felhasználói útmutató és egy kis adminisztráció. A talp oszlopa, amire a monitort helyezhetjük. Ez itt a monitor talpa. Bontsuk tovább a csomagot. Itt a monitor. Erre a csonkra lehet felszerelni az állványt. Jól becsomagolták, vegyük alaposan szemre. Képátlója 73 cm, azaz 29 hüvelyk. Képaránya 21:9, azaz 2560 pixel szer 1080 pixel. Magassága 31,3 cm, szélessége 68,8 cm. Alkalmazott panel technológia LED LCD IPS. Képfrissítés 50, 60 és 75 Hz. Tudja a készülék a FreeSync technológiát. Ez a monitor hátoldala, ami matszínű, nem gyűjti a port. A rajta lévő csatlakozók láthatóak. DisplayPort, HDMI 1.2 bemenet, fülhallgató és tápcsatlakozó. Itt a készülék adattáblája látható. Erre a csonkra kell felrögzíteni a monitor talpát. A csomag egyéb tartalma, energetikai címke. Ez itt az új energetikai címke, energia besorolása F, energia fogyasztása 24,8 watt. Műszaki leírás. A műszaki leírásban tájékoztatást kapunk a csomag tartalmáról, összeszerelési útmutatást kapunk, illetve a csatlakozókról. Ennyi elég is a felhasználói útmutatóból, haladjunk tovább. Hálózati adapter, külső tápegységgel rendelkezik, energiafogyasztása 24,8 watt, energiaigénye kikapcsolt üzemmódba 0,3 watt, energiaigénye készenléti üzemmódba 0,5 watt. Kicsit közelebbről szemlélhetjük a tápegység adattábláját, valakinek fontos információt hordozhat. A csomaghoz mellékeltek még egy HDMI kábelt. Az állvány oszlopát takaró sapka látható, amely ezüst színű műanyagból készült. Egyszerűen csak fel kell pattintani majd a helyére. Ez a két csavar fogja majd össze a monitor lábát a monitorral. A monitor talpát és a monitort összekötő oszlopot láthatjuk. Az oszlop magasságát állítani nem lehet, az oszlop magassága fix. Az oszlopot a talphoz egy csavar rögzíti, az oszlopot a monitorhoz két csavar segítségével tudjuk rögzíteni. Ez itt a monitor talpa, amit gyorsan kicsomagolunk. A talp és az oszlop könnyen összecsavarható, nem szükséges hozzá csavarhúzó, a fül segítségével könnyen és gyorsan össze lehet csavarni, illeszteni a két alkatrészt. Ilyen egyszerű az összeillesztésük és összeszerelésük, egyszerűen gyorsan egymásba lehet őket csavarni és szétszedni. A már említett csavar segítségével
fel tudjuk szerelni az oszlopot a monitorra, behelyezzük a két csavart, és gyorsan becsavarjuk. Nem kell hozzá nagy csavarhúzó. És végül az esztétikai igények kielégítésére a takarót felhelyezzük az oszlop tetejére. Az oszlop takarót hasonló mozdulatokkal el lehet távolítani a monitorról és az oszlop tetejéről. Felülről így néz ki a monitor. Ez a monitor alsó része, ahol a többállású kapcsoló található, ezzel lehet vezérelni a monitort. Hálózati adapter csatlakoztatása, HDMI csatlakoztatása az egyes konnektorba, HDMI csatlakoztatása a kettes konnektorba. Ezt a fali konzolt az Emagon vásároltam a monitorhoz, mert falra szeretném felszerelni, hogy minél több hely legyen az asztalon. Nézzük, mi van a csomagba, beraktak egy pár darab tiplit, csavart, alátétet, műszaki leírást, és magát a konzolt. A méreteit mindjárt megmérem, és prezentálni fogom nektek. Itt vannak a méretek. Ez szabványos. Minden irányba egyforma, szimmetrikus. Csavarokat jól meg kell húzni, miután felszereltük a konzolt a falra, el lehet mozgatni a monitort jobbra és balra, teljesen ütközésig a falig, a fel és le irányba lehet még mozgatni, illetve ami fontos, függőlegesen és vízszintesen is el lehet forgatni a monitort, akár 90 fokba, de körkörösen is. Itt a kábel az, ami útját állja a 360 fokos forgatásnak, mert felcsavarodik egyébként a konzolra. Szabványos méretről beszélünk, minden irányba egyforma, figyeljünk arra, hogy szereljük föl. Mehet az alátét, csavar, négy irányból, négy ponton lehet rögzíteni a monitorhoz. Ügyeljünk az átlós rögzítésre, ennek segítségével egyformán lesz meghúzva a csavar. Gyorsan felszereljük a konzolt. Miután meghúztuk a csavarokat, ez a nézet felülről van, a monitort lehet fel és lefelé mozgatni, majd jobbra, majd balra, tetszőlegesen szinte bármilyen irányba. Így lehet a monitort forgatni körkörösen, bármelyik irányba, és így lesz szabadon mozgatható. A monitor tetején látható egy Xiaomi lámpa, ami megvilágítja a monitort és az asztalt, kényelmesen elfér a tetején, majd a kábeleket lehet rendezni. A következő képeken az látszik, hogy mennyire áll el a monitor a faltól, mennyire tart ki a konzol. Sok setupot lehet látni a YouTube-on. Nekem az volt elsősorban a szempont, hogy egy 21:9-es képarányú monitorom legyen, amin tudok vágni. Van egy laptopom, ami színhelyes, tehát elsősorban a méret számított, de most utólag úgy érzem, hogy ez a 29-os, 21:9-es képarányi monitor kicsi, lehet, hogy meg kellett volna venni a 32-est, de viszont kevés helyen van, ezért kompromisszumot kellett kötni. A képfrissítésről, a színhelyességről ne beszéljünk, mert nem ez volt az elsődleges szempont, és nem is a játék, hanem az, hogy legyen egy olyan monitorom, ami szinte egy teljes értékű asztal. Hogyha kell, akkor két weblapot egymás mellett, vagy két különböző táblázatot, vagy szöveges dokumentumot tudok kezelni úgy, hogy ne kelljen ugrálni egyik alkalmazásból a másikba, hanem egymás mellett szépen el vannak, és lehet őket látni és kezelni. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a monitort, akinek hasonló az elvárása egy 21:9-es monitorral kapcsolatosan, vagy egy 21:9-es monitorral szemben. Ha tetszett a videó és amit láttál, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, ez itt a Kismunk 1 csatorna volt.